Sziasztok! Szeretettel üdvözlök mindenkit a Hot Magazin 5. születésnapi partijáról, ahol nem mással mellettem, mint Medvecki művésznő. Először is nagyon megtisztelő, hogy interjút ad nekünk, és üdvözlöm Önt. Hogy érzi magát ezen a szép nyári estén? Hát először is örülök, hogy ilyen jó idő van, és ennyien összejöttünk. Hát természetesen ez az időjárás mindenkinek egy kicsikét negatív hangulatot ad, de azt hiszem, hogy most mindenki boldog lehet, hogy részben jó idő van, teli hold, csillagok ragyognak fölöttünk, és rengetegen vagyunk. Azt láttam, hogy a művésznőt mindenütt szeretettel fogadják, és a megjelenése is csodálatos. Továbbra is ön maga öltözik, és, vagy pedig valakinek kikéri a véleményét? Hát többnyire a saját véleményem, illetve a meglévő dolgaimban kotorászok, ami azt jelenti, hogy hát legalább 12 lány tudnék kistafírozni A-tól Z-ig. Annyi ruhám van. A művésznővel mi a helyzet mostanában? Hol láthatják, illetve milyen lehetőségek, illetve szereplések találják meg? Látni nem láthatnak sehol, miután én idézőjelben egy hírzárlatot stoppoltam magam elé, mert az egyik kereskedelmi tévéből kifolyólag nagyon elment a kedvem a nyilatkozattól és egyáltalán a közszerepléstől. Nem vagyok botrányhősnő, és egy fajsúlyos embert nem szeretem, hogyha azért, hogy a nézettség gyarapodjon, ezért rátesznek egy botrány glóriát, és ebből kifolyólag én egyszerűen nem vagyok hajlandó nyilatkozni sehol, se újságba, se tévének, sehol senkinek. A főszerkesztőt az külön-külön-külön megtiszteltetésben részesítem a Hát magazinnak, aki jó barátom, és nagyon-nagyon szeretek, az Illés Csabát, ebből kifolyólag vagyok itt, és ezért nyilatkozom önöknek is most. De a művésznő azért továbbra is támogatja ugye a kulturális eseményeket és az egyéb ilyen megmozdulás. Természetesen én nem vagyok ellene semmi pozitív dolognak, de gyűlölöm azt, hogyha egy hír nem hír, csak a botrány a hír. És az értékeinket nem becsüljük meg, csak a botrányból csinálnak szenzációt. A művésznő hogyan látja a mai pályakezdő fiatalok helyzetét, akik a művészvilágban, illetve a táncvilágában szeretnének elhelyezkedni, és itt gondolok azokra, akik esetleg a főiskolára járnak, vagy nagyon komoly intézményekben dolgoznak, vagy indulnak el? Megmondom őszintén, nagyon-nagyon sajnálom őket, és nem szeretnék ma fiatal lenni, nem mintha az időt vissza lehetne forgatni, de borzasztó nagy a konkurencia, és ha valakinek nincs kitartása, egy olyan fokú elhivatottsága, legalábbis érzése, akkor semmire nem fogja vinni, és el fog veszni. Tehát akkor úgy látja a művésznő, hogy sokkal nehezebb ma elindulni? Sokkal. Messze nehezebb elindulni. Avval együtt, hogy a mi időnkben nem volt nyugat. Tehát kvázi nem volt az országhatáron túl lehetőség, és egyáltalán nem volt videó, vagy nem volt DVD, vagy nem volt semmi, amiből tanulhatnánk, kvázi most beszélek a táncművészetről. Tehát akkor azt mondja a művésznő, hogy manapság a fiataloknak azért is nehéz, mert az értékek lecsökkentek. Tehát nincs színvonal, ha mondhatjuk ezt így ki szigorúan? Ezt tökéletesen fogalmazta, a színvonal nagyon-nagyon-nagyon-nagyon mélyre süllyedt, elvárások minimálisak, és az embereknek a feltett piedesztáljuk sokkal kevesebb, mint nálunk volt abban az időben. És van valami, amit esetleg mégis jó tanácsként tudna mondani a fiatalok számára így, mondjuk a divatikon.hu nézőinek? Hát szakmai szempontból, hogyha hihetetlen kitartás, tehetség és nagy évben a szerencse hozzájárul az életükhöz, akkor valamire vihetik. De itt nem is tudok mit mondani. Olyan szinten nagy a konkurencia, és annyira, de annyira szét vannak szabdalva mindenfelé a mai fiatalok, hogy
Nem tudom, hogy egyáltalán tudnak-e ilyen csőlátással platformra a hivatásukat koncentrálni. Köszönöm szépen, művésznő, az őszinte szavakat, és további szép estét kívánok önnek. Ti pedig nézzétek továbbra is a divatikon.hu-t.